Az a lényeg, hogy lejöttünk ide hajósra, egyrészt azért, hogy megnézzük, hogy mi a stájsz, meg ide ilyen borospince látogatásra, de majd műsoron kívül, mert mindig szeretünk jönni. Ott nem lesz felvétel. Ott nem lesz felvétel. De a lényeg az, hogy szóltunk a srácoknak, hogyha erre járnának, igazából nem, mondtuk, hogy jöjjenek le, nézzék meg egy kicsit itt a műhelyt, beszélgessünk arról, hogy mit, hogyan kéne az autó, minden, erre megjelentek egyen pólóba, mert még a racing team még nincsen sehol, de a póló, a corporate identity az legyen. Az már van. Ezt lehetett megcsinálni egyelőre. És meg is csinálják, látjátok? Haladunk, először brandépítés van, szerinted mire fognak pénzt adni? Új, ezt most nem kellett volna kimondani, hogy milyen sáv fog erre jönni, mert pénzét csináljátok! Hát semmi nincs ingyen, figyelj most, igazából ha mi összeszámolnánk, akkor... Igen. Azért 2-3 zsigulit már tudtunk volna venni használtat. Hát használtat, igen. Abból, amit beleraktunk. De hát, ami ott végigmegy, nem? Olyat nem. Nem, én azt mondtam a fiúknak, hogy ilyen 1-2-ből. Hát egy kell igazából ahhoz, hogy jó legyen. Egy, és akkor már igazából nekünk most az autó már kvázi második éve lesz, jó? Igen. Hát nekünk is nagyjából úgy állhatok meg szerintem, ilyen egy kicsivel egy fölött. Az a sok kicsi sokra megy, erre figyeljetek, mert ne számoljátok. Ne számoljátok, de mindenkinek bele kell tennie. Nagyon el tud gurulni a garas. Igen. Az apróságokon. Menjek beljebb, azt mutogatod, mert Péter van ott a kamera második oldalán, és akkor átadnám a szót, hogy az RH Racing, hogy az RH az, hogy... Rákóczi hadnagya. De azt senki nem tudja, Pista bedobta, hogy tenkes kapitánya. De az egy hülye, ez egy munkanév volt. De ez egy nagyon mondta, jó munkanév volt, de volt mögötte történet. De megtetszett nekünk is ennyi. 24 órás verseny, de osztrák szervezés, de Magyarországon, osztrák-magyar monarchia, kurucok-labancok, már megvoltunk helybe. Azt hittük, hogy a tenkes kapitánya foglalt, és akkor kipattant a fejembe, hogy apámnak két kedvenc filmje van, a tenkes kapitány és a Rákóczi hadnagya, akkor mi leszünk a Rákóczi hadnagya. Ez nem fogja fordítani németre ezt el. Ennyi. Ez a mögötte, de amúgy szerintem rohadt jól hangzik, hogy RH Racing. Igen, ez mintha jelentene valami. Ez teljesen tök jó. RH. És a DK az annyira nem volt jó, úgyhogy így nem. Igen. Ez így, hogy RH Racing, az ütős. Ja. Elutaltam, Bence. Köszönöm. Nem neked. Ja? Vettem ezt-azt. Majd meglátjátok. De, nagyon fontos, hogy egyrészt ezt a mai rovatot a Surfshark támogatta. Tök jó, mert most például vásároltam egy dolgot, nem mondtam meg mi az. Mivel Androidon is elérhető, ezért én ott is használom. $1.77 most a mi kis kuponkódunkkal, amúgy meg 3 hónap ingyenes. Ugye az a jó benne, hogy VPN-ként is, VPN, ez egy VPN, nem csak a Netflixes sorozatot tudod nézni az összeset, hanem például ilyenkor is, amikor online bankolsz, vagy online vásárolsz, akkor ugye nem adja ki a személyes adataidat, illetve megakadályozza azt, hogy ezeket tárolják, vagy hozzáférjenek. Nem utolsó sorban, mert nagyon jó kis adblockerként is működik. Mi ezt használjuk, szerintem az $1.77-79, igaz? Annyira kevés, nem is tudom, mennyi dollár kártyára. Azt senkit nem ver agyon, és most egyre többen használjuk. Egyre több mindenre használjuk a telefont, a netet, úgyhogy szerintem ez a Surfshark dolog, ez megéri. Most nyilván ezzel a kis speedzone-os kedvezménnyel, meg aztán tényleg nem ördögtől való dolog gyerekektől, hogy többen is írták, hogy jó, mert majd akkor ő tárolja az adataidat, persze. Mi ezt használjuk most már lassan, most június, 8-10 hónapja, és tökéletesen elégedettek vagyunk vele, semmi gond nincs, úgyhogy Surfshark-on Deals és Speedzone, itt a descriptionben meglátjátok a linket, érdemes kipróbálni. Vissza a rovathoz. Hát láttok itt dolgokat, ez itt a gépünk, a miénk, meg ez itt ugye Petinek a műhelye. Közben a szomszédban ez az égsiketítő fúr neked tompa fúróval kerítésmasat. De már elég régen. És úgy, hogy megkértem, hogy legyen szíves, hagyja abba, amíg forgatunk. Na most az van, hogy ez nem tűnik annak, de ez már kész van. Hát most, meg ilyen lámpák. Hát ezek apróságok. Bűtőrenti, pajzs, ilyesmi. De pár dolog még hiányzik, de igazából egy-két nap intenzívebb munkával. Ki, mutassuk meg a fiúknak, hogy mire kell már odafigyelniük, ha már lesz saját autó, mert tudom, hogy van egy csomó felajánlat, hogy már nektek is. Első körben azt mondanám, hogy rakjátok össze a... Nézd ki, jön a precíziós. Kovácsolt, az nem akármilyen. Szóval... Wow.
az a lényeg, hogy először a csapat legyen meg. Ugye én is megkaptam, hogy jó, nem lenne demo a hátam mögött, akkor nem lenne. Így van. Ezért hívjuk ezt úgy, hogy csapat. Uh-huh. Ő csinálja, más hiányozna csinál. A csapatból, akkor se lenne. Igen, szóval ilyen erővel akkor hozzá se fogjunk. Mert Peti is tudja, hogy mennyi munkát teszek bele, én is tudom, hogy ő mennyi munkát tesz bele, meg úgy nagyjából mindenki, aki menni akar. Szóval a siker az közös, meg a sz*** is azért elég sokszor azért. Hajnalig azért elmúltunk egy párszor. Igen. Ez alatt az autó alatt. Na, úgyhogy először azt építsétek fel, osszátok le, hogy kinek mi lesz a feladata, szerintem. Ki lesz az, aki szerel a háttérbe, ki lesz az, aki irányítja azokat a srácokat, akik szerelnek a háttérbe. Nekünk ugye ott van Tomi, aki idén talán be is ül az autóba, ha sikerül beültetnünk, és oda nagyon kell azért a határozott ember, aki azt mondja, hogy most jön le, tartja a rádió kapcsolatot, még 5 perc, következő kör, akkor már álljanak ott készen a kerékkel, a légszűrővel, a mindennel, és hát előtte meg ugye el kell érni odáig, hogy legyen egy kész autótok, nyilván nem ez a világ legjobb autója, de nekünk nagyon bevált, meg sokat gondolkoztunk rajta, hogy miért nézzen ki így, ahogy kinéz, hogy bentről szívjuk a levegőt, hogy ne a poros levegőt szívjuk kintről, most azt ott azért meg kellett oldani azt a szívócsonkot, úgyhogy Tűzfészek Tibinek innen is köszi. Parádésan működik, meg ugye le lehessen még csukni a géptetőt, ugye? Az egy nagyon fontos tényező volt. Megnyitottuk, hogy kifelé is ugye húzza, nyomja ki a meleget, ugye itt van, látjátok, itt van 2 szívóventilátor, meg lesz még egy, toló elől, nagyon kritikus a hűtés. Akármilyen autót választotok, fontos, hogy lönk legyen a hűtés, mert ha esik az eső, akkor ez itt tele lesz verve sárral. Ha por van, akkor tele lesz porral, és folyamatosan félszemmel a vízhőfokmérőt fogjátok nézni. Klasszikus Volkswagen-es gömbölyű kiegyenlítőtartály az alap tuning cucc. BMW-ben ilyen. Minden másnak. Meg ugye nekünk abszolút. Itt azért át van vezetékel, szóval jó, hogyha olyan szerelőtök van, vagy olyan emberetek van, de tudom, hogy jelentkeztek már olyanok, akik mentek tavaly. Jó, itt a kábelezés az még nem teljesen végleges, tehát még azért. De igen, azért ezt például azt láttam, hogy például a szabályzatban én előírás is, hogy a utastérből jön a levegő. Onnan szívja? Nem előírás, nem? Ez inkább tapaszt. Nem, ja, tanácsnak olvastam. Ott volt. Voltak olyanok, akik elmondták, hogy már belül meg fogunk fulladni, mert elszívja az összes levegőt. Ezzel most én is gondolkoztam, de akkor ez nem igaz. Az autó karosszéria alapvetően szellőzik keresztül, kasú. Nincs benne semmi. De nyilván most ez egy hülye kérdés, nyilván abszolút vágom. De hogy ablak az esélytelen, hogy picit is lehúzni de, bármikor. De, is de lehet? Le tudod húzni, célszerű, ami nekünk a hátsó volt nyitva, vagy néha ez az oldali. A magadra nem fogod lehúzni, mert televeri a sisakot, hogyha plexis sisakod van, akkor... Milyen jó volt a Volvo-val már, amikor lement és nem jött föl. Felhúzni az ablakot, és végfélt porigált a végig. De ugye az is fontos, hogy most nyitott sisakba mész, vagy zárt sisakba, amit tudsz törölgetni, vagy szemüveget törölgetsz, szóval inkább nem nyitod magadra az ablakot, de amúgy nem volt olyan vészes a por. Nem, bent most. Nem. Bent annyira nem. Figyelj, kérdezzetek, amit tudni kell, nekünk ezért kupakás spécillel egy gyártam, mert itt nem volt ilyen, hogy nézzük az olajnyomást. A legfontosabb igazából az, hogy a koncepció még az autó előtt legyen meg. Tehát, hogy így az egészet átgondolni, hogy mit választotok, miért milyen előnyei vannak annak, hogyha azt a márkát választjátok. Tehát fontos, hogy lehetőleg olcsón legyen hozzá alkatrész, tehát ne valami egzotikus legyen, hanem persze. Láttam, hogy ajánlgattak ilyen asztrákat, ilyesmi. Teljesen jó, minden bokorba bontanak. Uh-huh. Így van. Ezt már szerintem az ebéd közben így ezt van. Megbeszéljük. Mert én is. És tényleg az, hogy az elejét, már az elején le kell fektetni mindent, hogy mit, hogyan kellene, mit, hogyan szeretnétek, és ahhoz tartani magatokat, mert hogyha menet közben álltok neki változtatgatni, szaladnak a költségek, hogy egyszerűen... Meg az idő. Tartatosan. Idő inkább, idő is, most, de a költség is nagyon most így szaladni. Érted, azt mondod, hogy van még kb. 2 hónap, de az rohadtul nem olyan sok idő. Az nagyon kevés. Sok, aki ilyen projektben szerintem még nem vett részt, az nem tudja, hogy 2 hónap, az nem tud azért olyan sok lenni. Nem, az nagyon kevés. Gondolj bele, még megvan az alkatrész, most akkor ezért el kell menni tököm tudja Szegedre, amaszt már küldik Debrecenből, és akkor az egész találkozik Pécsen, mert mondjuk ott van a műhely, akkor mikor jó, hogy mi lemenjetek mind a hárman segíteni, hogy ne egyedül. Uh-huh. Szóval el tud menni az idő. Igen. Az, amit a Peti mondott, abban abszolút igaza van. Én ezért mondtam neki, hogy 1.6-3-as Golf. Hegyekben van hozzá az minden. Jó. A Golf is jó, igen. Fillérekből pótolható, tudtok vinni magatokkal. Tényleg nekünk itt a Peti Sprintere, az tele volt pótalkatrésszel. Hál' Istennek nem kellett, de van hozzá pótalkatrész. Nem úgy lesztek, mint mi a Volvo-val, hogy
hajnali egykor nyitották ki a Sakal Metalnek a raktárát, mondjuk, hogy hozzanak egy mondjuk annyi, hogy azért ajánlanám, hogy ne négy ajtós, öt ajtósat választatok. Hát valami kicsit nyilván. Igen. És nagy ajtóval, ez főleg ugye neked fontos, én is... Alig, persze, az biztos. Hát, meg aki magasabb, tehát én is alig tudok beülni például egy csövezett négy ajtósba. Igen, kicsi az ajtó, egy három ajtós, hármas golf. Így van. Meg hát azt is beszéltük egyébként, hogy ezért biztos, hogy kapjuk a savat, de szerintem mi mindhárman így közösen vagyunk abban, hogy első kerekes autót szeretnénk. Nincs azzal semmi gond. Mert azért ez még azért szerintem elég nagy, elég mély vízi elsőre, így egy ilyen murvár, egy hát hátsó majd, kerekes. Hát ezt majd, ha tennünk egyet, akkor már látjátok, hogy ez azért dolgozni kell, hogy egyenesen menjünk. Hát azért, pontosan. Ezzel gépészes. Vannak előnyei, meg hátrányai, ugye mi alapvetően szeretjük. Persze. Hát az az élvezett faktor azért egész más egy hátsó kerekesben, és ezért hátsó kerekes. Meg ugye, ha megütik oldalról, akkor talán nem megy szét a váltó, meg a motor, meg nem ugrik le, igen. Mert azért látjátok, azért ennek sincs nagyon ép eleme, és úgyhogy azért vigyáztunk rá, de... Abszolút jó egyébként az első kerék, tehát tavaly is Swift-et az első, egy B-korza esett ki első helyről igazából előtte. Igen. Nézzétek meg, a ugye elküldtem az eredménylistát, hogy mi az az autó, ami az első 10 helyeken végzett. Igen. És egyik se a Uber, amikor leültünk a megbeszélésre, pont mondtad, hogy odaállított valami csapat ilyen hiper-szuper, nem tudom mivel. Hát tudod, jöttek a rallycross autóval. Igen, és akkor két kört bírt, vagy mennyit, és akkor... Meg jöttek az S80-as dízel automata, mondjuk az azt mondtad, szerintem azt mondtad. Az a második kör végén. Jó, hát ez egy ilyen komolyabb nyugdíjazott versenyző volt egyébként Ausztriából, tehát... Igen, mi nekünk az élet ez, mert ehhez a Peti nagyon ért. Meg láttunk már a BMW-t, azért többen is. Egy egyszerű dolog, mindig valamiképpen azért a szerelőhöz választatok autót. De hogyha van egy más srác, aki ment tavaly, az van kocsija is, akkor valószínűleg ő büfé belőle. Magyarán azt a terhet leveszi a vállatokról. Nyilván közösen gondolkodjatok, mert attól függetlenül, hogy laikusok vagytok, lehet egy olyan jó meglátásod, hogy baszki, tényleg csináljuk meg, mert van értelme. Például figyelj, erősítsük már meg kupakokkal itt ezeket. Vagy mennyit agyaltunk, hogy hogyan emeljük fel úgy a futóművet, hogy ne sérüljön a geometria. És kiagyaltuk. Szóval ettől függetlenül lehetnek ilyen jó ötleteitek. Azt kell megértetni, hogy mindenki egyformán fontos. És csak azért, mert te nem értesz az autóhoz, azért ne legyél már hülyének nézve. Én a videómban elmondtam, hogy azért nyilván mi részt akarunk venni az egészbe, tehát nem arról van szó, hogy majd ti helyettünk elintéztek mindent, hogy ez legyen világos. Meg hogy ugye mi ezt a fiúkkal is beszéltük, hogy nekünk azért olajos lesz a kezünk. Legyen tehát, is, hogy bátrak persze. Vagyunk ebben a tekintetben, csak kell, hogy legyen valaki szerelő, és ugye nem sokára hogy... kiválasztjuk majd a csapatot, leülünk, igen. Hogy legyen olyan ember, aki ért hozzá, és utána mi megyünk, igen. És a keze alá fogunk dolgozni. És sokkal persze. Jobb lesz, egyrészt magadénak fogod érezni, másrészt meg lehet, hogy látni fogsz olyan dolgot, hogy mit én tudom, fogod tudni, hogy hú, baszki, most ez a hátsó stabrúd ott már ez annyira a szilentje nem erős, akkor 2 óra vagy 3 óra után már jobban vigyázok, amíg ha ezt nem tudod, mert nem szerelted, mert nem láttad, igen. Nem volt a kezedben, mész így tökön passzulnád, te csak azt látod, hogy gurul el a hátsó kerék melletted, vagy kiszakad az egész hátulja. Ez tök jó, ez kell, meg pótalkatrész, olaj, szűrők, mikor cserélitek, hogyan, szóval ezekre figyelni kell. Mi igyekeztünk, eddig kopogjam le, nekünk ez bevált, tényleg az a sajnálatos baleset, amit én követtem el, az nincs, akkor nincs gond. És még nagyon-nagyon fontos, az elején le kell szögezni, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Hogyha ő valamit, az fejreáll, akkor nem kezdjük el okolni, hogy mit csinálta, hanem megpróbáljuk gatyába rázni. Ez a tudja, hogy a Volvónál. Így van, ha én fejreállok, bejövök, már húzzák ki, nem érdekes, semmi baj, menjél tovább. Ez ilyen. Ez benne van. Benne van az is, hogy utolsók leszünk, mert összetörnek minket, vagy fejreállunk, mindig benne van. Az akkor megy az egész a levesbe. Csak ezért nem szabad szemrehányást tenni egymást, akkor nem barátok vagytok, hanem semmik. Ez valahol ott kezdődik. Na, és akkor van egy motorunk, van itt egy kis 20-as motor, nem erős, pont elég, nem kell túl erős motor, nem tudsz sok erőt levinni az aszfaltra, tök mindegy, hogy mivel jössz. Nem vagy ezzel a leggyorsabb, meg nem leszel azzal, egyszerűen nem megy. Nem olyan a pálya jellege, nem olyanok a tapadási viszonyok, semmi. Meg, tehát én is a legtöbbet például féktávon előztem, mert már mindenki fékezett, én még álltam rajta. Persze, mert még be lehetett lógatni, meg jó mert tudtam, hogy tök jól lehet vele kanyarodni, és be lehet vállalni. Igen. És még 3 autót féktávon megelőztem. Jó, hogy... a tempó az milyen egyébként a verseny? 50%-on mennek, vagy hogy? 100-ig. 110 körül, ott fent. Én a hosszú egyenesnek a tetején nem kellett, hogy 4-et húzzak, a 3 tetején, és azt most néztük, hogy olyan 100 körül van. Most egy kicsit jobban leaszfaltozták, lehet, hogy több lesz, de
Hát az ember bemeri rakni ott végül, akkor igen. Igen, nem érzed lassúnak egy pillanatig sem, mert folyamatosan tömegbe mész. Szóval figyelsz, mint az állat, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy jó nagy visszapillantó tükröd. És az se baj, hogyha a külsőket nem törik le, mert látod legalább a szemed sárkába, hogy igen. Csillan a lámpa este, hogy most akkor valaki jön, vagy be akar fél, meg azt érzed, hogy meglökött. Jó, hogyha kilátsz az autóból, ezért is jobb mondjuk a háromajtós, mert sok rajta az üveg. Gondolkoztuk, hogy lecseréljük plexire, de mi a f***nak, semmit nem értünk volna ki lehet vele. Hajtani. Meg ki lehet hajtani, jó ez így. Szóval okvetlenül nem kell átesni a ló másik oldalára. Meg kell erősíteni, amennyire lehet meg kell emelni, mondjuk megferzanos autót azért első kerekest, meg lehet. Nem feltétlenül kell, egy picit talán. Egy picit. Kész. Annyi, igen. Hogy a kártervédő nyit emeljenek rajta. Inkább egy lágyabbnak kell lennie? Az lenne, hogy keményebb? Vagy... Az a baj a túl lágyal, hogy akkor meg folyt, tehát ilyen nagyon amikor beugatsz egy lyukba, akkor összeérhet. Hullámzik nagyon. Aha. Tehát nekünk az eleje azért az elég izmos. Igen, viszont majd fogjátok látni, hogy ez most így jó, meg nekünk vastag a gátló minden. Ilyen közepes. Azt kell számba venned, és az már tőletek is függ, hogy hogyan vezettek, hogy neked jobban fekszik ez a csiki-csuki, murvás, csúszós, ami szerintem az első kerekesnek annyira nem, vagy inkább ez a fönti lendületes, amikor már felugrasz, mert lesz, hogy ugratsz is, rész, ahol viszont jól lehet tolni egy első kerekes autónak is. Ahol mi küzdünk a tapadásé, mert így megy a feneke, ott már te mondjuk, ha jó gumid van, mindez a zsengseng, ez a kínai, ez fantasztikus amúgy, ez a C-s gumi. Ezt is írtak egyébként, kínai gumik aztán. Igen. Csak ez, csak a legtutibb. Akkor ott viszont tudtok menni, de nagyon vigyázni kell arra, hogy egy idő után már, amikor már mocsok a pálya, már figyeled, hogy hallod is, mikor leér a kártervédő, és ez azért az annyira nem jó, mert tudod, hogy ott van fölötte az olajteknő, ott van a váltó, a motor az első kerekesnél. Főleg, hogyha elmelegszik ugye a igen, meg ha elmelegszik a gátló, tudod, kilágyul, úgyhogy jó gátló kell. Az fontos, tehát azt ne az, ami benne van, tehát ott mindenképp valami. Semmiképpen ne. Azt vagy venni kell egy erősebbet, vagy építetni. Főleg egy első kerekesnél. Igen, ugye a súly is ott van, meg ott is hajt. El tud veszteni a tapadást. Ez, hogyha itt nekünk is le volt esve a motortartó, bakró, a motor, meg a váltó, ló, semmi, mert a hátul ugyanúgy tekert. Az, hogy erről zörgött, az senkit nem érdekel. Zörgött a hátul is, mert szétszett a hátsó hinc. Igen, de ment az autó. A karterre, volt ott minden. Tehát. Ment az autó végig. Nyilván ki kell merevíteni, be kell csövezni. Na most itt is sokan, hát ide majd Pisti, teked érdekes lesz bejönni. Sokan sokfélét mondanak. Mi inkább megcsináltattuk rendesen a csövezést, de ezt attól függ, hogy milyen embert találtok rá. Ez itt mit értesz az alatt, hogy rendesen? Hát, hogy le van bakolva, szépek a varratok, nem gázcsőből lett hegesztve, nem 8 darabból lett összerakva. Ugye van egy rendes egy nagy kereszt, itt most van, lett egy övtartó is behegesztve, szóval ez egy egész elfogadható, szép csövet csináltak nekünk. Igen, tehát nem kell homolók csóda, de azért ne egy zárt szelvényből összehegesztett. Olyat is láttunk van, hogy olyan zárt szelvényből, mint nekünk ki van támasztva ott a géptető, olyan volt beletaknyolva valami, az törik, az rideg, az többet árt, mint használ. És azért van olyan, hogy keresztbe állsz a pályán, a porban, a másik meg jön, csak egy 80-nal találjon el ott, ahol ülsz. Azért az köszi. Meg ezen gondolkozom, hogy kiszakadott, úgy combom igen, vár, szóval hogy nem igaz. Rendesen le van várva, le van talpalva, mindenütt ki van támasztva, teljesen ide hátra is. Baszki. Itt azért első be az aknába. Az anyám. Vigyázz itt az akna. Ezt csukjam? Már csukhatod is akár. Ne legyen útba valami. Ugye nekünk itt a típus jellemzőiből adódóan, hol vagy Peti? Itt vagyok. Azért ki kellett hegesztenünk, meg ki kellett merevítenünk rendesen itt ezt a két hátsó, mondjuk tornyot. Igen. Nevezzük annak. Azt ki tud szakadni. A szilenteken ne spóroljatok. Érdekes módon azt tapasztaltuk, hogy azokon a helyeken, ahol nagyon igénybe vannak véve a gumiszilentek, ott ezek a nagyon jó minőségű Powerflex szilentek is eltűntek. Szó szerint eltűnt, csak a réz, vagy a fém persely maradt. Csak a persely maradt a közepén, igen. Úgyhogy oda fölösleges, oda most már gyárit fogunk tenni, vagy már tettünk az van is. Benne, igen.
De viszont itt viszont nagyon jó szolgálnak itt hátul. Itt is van egy kis okosság, hogy hogy lett megmagasítva, meg minden. Hát meg a hittok is, tehát sok helyen benn van még, csak maga a lengő. Az aksit az jó, ha hátra hozzátok, az egy pár kilót jelent. Uh-huh. Meg ugye itt biztos helyen van. Nem is csak, azt mondom, hogy csak a sérülés miatt van. Nem, meg itt biztos helyen van. Szóval az autó mindig merevebb hátulról, mint előről. Ennek vagy tízszer neki jöttek, de úgy, hogy fájt a nyakám, és semmi nem látszik rajta. Még egy kicsit lekocoltuk, mindig az elején gyűrődik jobban a kocsiknak. Mire vállalkoztunk? Jó lesz, ez menni fog, ez nem lesz semmi gond. Na, segítünk. Segítünk. Kitaláljuk az autót, megnézzük, hogy mi lesz. Kurva jó, amikor mész. Bent ülsz, azt mész, az nem nagyon jó. Feeling, meg úgy elevelt. Az öv még nagyon rossz helyen van befogadva, azt tudjuk. Az igen, azért van itt már a cső, mert még kell befűzősöveket vennünk. A utas oldali az nem. Meg az úgy is jön ki. Ez nagyon hasznos volt. Először csak vízgőtettük fel, aztán rájöttünk, rohadt hasznos, mert a porból ezt mindig láttad. A pálya szélén, nem? Hogy hol megyek, hol megyek kis autó. Vagy kell egy új anyagot szerezni. Igen, ez egy piros bugyogó volt valamikor, de ez nem. Ez nem az, az hol van? A bugya az ott fejre van. Ezt mindig láttuk, hogy hol van az autó. Akkor a por van, hogy csak ez billeget ki, és akkor tudtad, hogy még mozog, akkor még megy a kocsi. Rádió, kritikus. Ezt most nem tudom, el kéne mondani. Azon vagy 70 helyet nyertünk tavaly. Hogy mi már tudtuk, hogy elmúlt a sárga zászló, és előztünk 5-6 autót is akár egyszerre. Ja, mindig volt, aki a pályaszélen azt figyelte, hogy mikor alszik ki, mert ugye ja, ahogy egy helyen lengetik, az kész. Három lengetik, helyen virágít, ledez, LED. Tehát ledeznek ja. Több helyen, csak ugye nem feltétlenül vagy te ott. Tehát lehet, hogy már... Itt ez volt a... Igen. Nagyszerű. Igen. Tehát lehet, hogy már... Mit tudom én, 10-15 másodperce már lehetne menni, és te még nem tudod, mert nem mentél el még sárga mellett. Vagy esetleg nem veszed észre. Nem veszed észre, mert por van. És az milyen rádió, hogy bukós is, akkor belül van? Olyan volt most már nekünk, innen is köszönhet ott a helyi tűzoltó egyesületnek, akiktől ugye kölcsön volt, hogy rendes CV volt, egy ilyen Baofeng, kínai cucc, de hogy is volt? Volt egy modul bent a kocsiba, és nyomtad a gombot. Üzé volt benn. Itt a fülesbe bent volt, és nyomtad a gombot, igen. Akkor tudtál beszélni. Ez a kicsi 8000 forintos szarcsér. Uh-huh. Azt felejtsd el, rendes ilyen, ilyen komolyabb cucca. Ez állítólag komolyabb lesz. Igen, és nagyon fontos, hogy legyen szivárgyújtó. Legalább megy mi. Egy vagy kettő, azért is jó, egyrészt a rádió nem fog lemerülni, mert amikor cseréltek, tudod, te 100 kihúzod a kábelt, a Szent Krisztus mindennel téped ki magaddal, bocsánat. Ugyanakkor meg ha van egy ventilátorod, ami azért mondjuk legalább hűt menet közben, az se rossz. Úgyhogy az a legjobb, rádiót bent hagyod, a következő már csatolja magára, de segítesz neki, segítesz bekötni. Ha meg úgyis raktok bele kamerát, tehát már mindenképp kelleni fog. Kell a szivárgyújtó, csak olyan szivárgyújtó kell, hogy ne rázódjon ki az első kanyarban, mert akkor ott mész a tömeg, most keresed, és ha le vagy kötve, át se tudsz nyúlni, hogyha az valahová ide esik. Ilyen négyes elosztós. Szivarjuk, tudod, van az, amikor beragad, és ilyen széles, oly, az jó. Hát le lehet, meg lehet csinálni úgy, hogy így dugod bele, forintosat, tudod? Így dugod bele, és leszikszalagozod a francba. Aha. Csak nekünk is tavaly kiégett a szivarjuk, vagy tavaly előtt a Volvon. Ez itt még az én ivótasakom. Ez ide fel volt akasztva, ebbe volt víz. Ez egy ilyen sima Camelback hátizsákba való ivótasak. Ez nagyon hasznos volt. Hát tiszta víz lett az autóbe. Viszont én tudtam inni menet közben. Hát figyelj, szakad róla a víz az overallba. Azt gondolom. De mondtad ezt? Nekem van is otthon ilyenem amúgy. Minek? Azt nem tudom, hogy minek van, de van. Azt, hogy ott vizes volt, az de legalább tudtál inni. Így van. Hát ugye majd, ha majd lesz autó. Meg egy mobil klímát hátulról beteszünk súly miatt. Igen. Meg oda nekünk. És akkor tényleg így látjuk, hogy hogy megy, meg mint megy, akkor azt is el kell majd tudjuk dönteni, vagy meg kell tudni határozni, hogy mennyit tudunk egyáltalán koncentrálva vezetni, hogy egy órát, vagy két órát, megye, vagy nem megy. Ja, az elején biztos, körülmények között... biztos, hogy mindenkinek megy az elején, mert nagyon megy benned az adrenalin, meg dolgozik, meg menni akarsz, meg fosol. Szóval nagyon, hát nagyon... Másfél óra után azért fárad az ember. Az biztos. Nekem ez a kettő, én mennék mind az ökör annyit, de... Tehát én magamon is láttam, hogy azért másfél óra, pedig én is azért mentem előtte. Két órákat mentünk mi is körülbelül. Hát ti mentetek többet. Amikor szólsz, hogy már benzin van, vagy jönnél, de nem még bírom, mert érzed, hogy most jó a tempó, ugye mindig kérdezed a köridőt, most már van telefonos app. Lehet, hogy oda tudunk tenni a telefont, azt szépen csapatra vetítve tudod nézni az időt, az nem rossz. Tudod, beteszünk egy időbe. Nem tudnánk nézni az időt közben. Nem, hogy így van, ne legyen pajzs, ezt egy ilyen pár ezer forintos telefonon már tudod nézni a köridőre. Az jó. De az nagyon fontos, mert hiába érzette úgy, hogy új, de kurva kobra vagyok,
Közben meg 5 másodpercekkel mész lassabbat, mint fél órával korábban. Jó, azt az észreveszed. Nagyjából egyszerre együtt megy azért a... De az fontos, hogy szóljanak neked. Az a 2 óra. Este, amikor nem alszol, mert mi van a többiekkel, hogy állunk, és akkor megint te jössz, meg hajnalba. Ott azért van olyan, hogy bedobsz 2 energiáitalt, azt úgy üsz be, csak már menjünk. Fú, de izgi. De hát ti fiatalok vettek nektek, ezt bírnatok kell, ilyen diszkó van, meg minden van. De jó, de még nem vezettünk. Tengó papinyó. Bulika meg lesz indítva, azt akkor lehet menni. És éjszaka is jó nagy por van legalább. Van por, a lámpa nagyon fontos. Egyáltalán hogy... lehet látni porban sima lámpával? Valaki gyári lámpával oldom, látsz, van esélye? Látsz, mert... Meg, tehát folyamatos az autósor lényegében, tehát látod, hogy hol van. Ha a másik nem világít neked, akkor látod a piros nappal, sokkal rosszabb a por. Volt az elején, tavaly volt olyan, hogy nem rosszul locsolták meg a párt, nem működött a szivattyú. Figyelj, volt egy olyan 30-as tömegbaleset, neki megvan drombó, hogy teligázon mennek egymásnak az autók, mert nem látsz. Este legalább a lámpát lát az utolsó pillanatban, meg mire odaérsz, hogy este, addigra már úgy ismered a pályát, hogy már tényleg csukott szemmel. Igen. Mert úgy tudsz menni, hogy itt tudom, hogy itt elfér keresztben, nem látom a palánkot, de úgyis itt lesz valahol, és akkor tényleg ott van valahol. De a lámpa az kell. Ugye az üveglámpa az úgy ki tud törni, célszerű rá padlófóliát rakni, vagy egyszerűen leszarással konstatálod, hogy ez betörik. Nekünk is volt itt ott a 2 vese alatt, itt elől 2 ilyen kínai ledes. Hát egy volt, most lesz 2. Egy volt, most lesz 2, ide mögé be lehetett tenni. Az sokat, az akkorát világít, hogy megőrülsz. Uh-huh. Nem szeretik nagyon, hogyha mögöttük olyannal mész. Annyi kikötés van, hogy nem szabad a géptetőre rakni a lámpát, ettől függetlenül, vagy följebb, ettől függetlenül, hogy csomóan leszárták ezt a szabályt. Mi ide raktuk, és be is vált. Szóval az kitört, még nagyon az elején, igen. És úgy mentük végig, hogy itt világított ez az oldali, meg itt volt betéve ez a kínai ledes. Kábelköteg elővel be volt csak fogadva, és ennyi. Az a barátotok lesz. Föl volt rakva, emlékszem, ide vagy ide? Nem is emlékszem már. De az úgy letört. Letört volna, és levettük. Igen. Tehát nem vártuk meg, amíg letörik. Nagyjából ennyi műszerek kellenek, olajhőfok, olajnyomás, kritikus. A motornak valami baja van, az mindig a legtöbb szerelés. Mindig. Azzal szopsz. Az arra figyelni kell. Röfencsünk be, menjünk itt egy karikát, valaki zacskózza be magát. Menjünk itt egy karikát a telepen. Nyugodtan. Patrick. Most mi van? Jó. Van egy aha. Hűha! Aha. István. Na ezért kell 3 ajtós. De jó, várom. Már egy picit lazítunk. Megyünk itt a telepen egy kört, aztán kinézzünk a... Aha. Az jó tapad. Már csak ez kevésbé is. Fog ez majd még? Persze. Ha van benne most súly,
Azért volt egy-két ilyen komolyabb tócsa. Milyen az autó? Úristen! Imi, tehát hogy... Na, mindegy, majd. Találkozunk még? Fogunk. Jó. Figyelj, nagyon komoly. Meg ne, figyelj, ne, veled lehet, hogy még virgoncabb lesz, mert te könnyebb vagy. Ne. Mert én azért, hát azért, na. Ne. De nagyon jó, Imi, tehát ez... Oh. De így nem fogunk menni, Imi. Azon nem kell félned. Üben, nem mondom, hogy a köszönöm ilyen boltba menőset.
A kanyárból rendesen. Hú! Kell egy külön ventilátor, már mindenemre meg. Külön venti nektek is, ugye ez a hűtés miatt. Itt látható, hogy most még nincs 90 fokos a víz. Ja, ja. Olajnyomáson meghigult az olaj. Nézd meg, elengednek. Meg itt az olaj hőfok, az is teljesen frankó. Úgyhogy ezek kellene, meg egy külön plusz ventilátor, de ezt fogjátok érezni, meg tudni fogjátok, ja, ja. Mindenképpen kell a hűtéshez. Igen. Vannak típusok, amelyeknek a ventilátorai erre tökéletesen alkalmasak. Nem így szoktunk mi menni. Nem. Megfogom. Nem az a lényeg, hogy így kell menni 24 órán keresztül. De... hogy azért tudnod kell, hogy mit csinál az autó, meg bíznod kell benned. Hogyha én nem bíznék abban, amit ő csinál, meg amit kitaláltunk, akkor ott hemperegnek meg most is az árokba. Nem ez lesz ott a tempó, azért ott negyedik telit ritkán mész. Fényszik, jó érzed magad? Jó volt. De hallod, ezzel lehet fogyni. Mert ez lehet. Hallod, szerintem ez úgy leizzadta, mint az állat. Két liter vizet leizzadt. Mennyi idő alatt? Két óra alatt. Gondolj bele, meleg van, ott ülsz, itt a motor, megy benned a minden, azért kell inni. Nem iszol közben, egyszerűen elájulsz, elfáradsz. Ja, ja. Viszont ezt tesznek nekünk, ez most jó volt. Várjál, púzusom mennyi volt? Ez csak egy lightos 132-re mint fel. Hosztorod! Ennek kell valamit csinálni a hátuljával. Valami, aki kezd van a szállat a dogonyába, ezért megnézni a kerekeket. Na viszont erre most nagyon jó volt, nekünk is hasznos volt azon felül, hogy meg a fiúkkal mindjárt folytatjuk egy kellemes estebédnél a beszélgetést, hogy rájöjjünk, hogy be kell rakni légzsákokat még a rugóba. Vagy másik rugót, vagy valamit. Vagy másik rugót, mert ha betekerjük kopra, akkor elpattog a hátul, hogy akkor de folyamatosan ezt érzi, nincs hajtás. Ha meg puha, akkor meg hamar összeüt. És ugyanúgy összeütött a Patrik alatt, meg ugyanúgy összeütött a Pisti alatt, na, meg alattunk is. Hát egyedül még akkor is. Igen, egyedül mész akkor is, úgyhogy oda még be fog kellenünk tenni valamit. De amúgy nagyon jó. Alul még mindig nem megy. De ez ilyen. Ez nem? Jó, van az is. Hát akkor föl kell éltetni. Ez egy 20-as. Kuplunggal föl kell éltetni, akkor main. Működik, lehet hallani. Úgyhogy most megyünk egyet, kajáljunk egyet, meg ígyunk meg egy traubit. Az a leghitelesebb része volt a mondandójának. A prémium minőségű AZ Meister tájlekenő anyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Unix autótól. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.